Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Ez a felvétel június 1-én jelenik meg. Az indiai számítás szerint a hold ezen a napon az Uttarapada holdházban van. És ez a holdház azt jelenti, hogy itt tisztítani kell valamit. Különösen, ami a gondolatainkat illeti és az érzelmeinket illeti. Hiszen le kellene zárni a negatív gondolatokat, mint például ebből úgysem lesz semmi, vagy én ezt nem érdemeltem meg, és le kellene zárni a negatív érzelmeket és a félelmeket, a bizonytalanságokat, a féltékenységet, sőt, én még azt is mondanám, hogy le kellene zárni olyan kapcsolatokat, ahol érzed azt, hogy ez a személy irigy rád. És ezen a napon, június 1-én, Mars bolygó elbúcsúzik a halak jegyétől, és már a kos jegyében van az indiai számítás szerint. És ez egy nagyon precíz számítás. Mars bolygó jól érzi magát a kos jegyében, hiszen uralkodik a kos jegye felett. Mars bolygó jelenti az élet erőnket, hogy itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok, de Mars bolygó jelenti a férfiakat is, és most, hogy Mars a kos jegyéből hat, ez erősíti a férfiakat, és erősíti a mi életerőnket is. Ez egy különös nap, hiszen Uranusz bolygó az jelenti a változásokat, kihat a sors utunkra. Uranusz bolygó hatása alatt gyakran vannak meglepetések, olyan események, amire nem számítottunk. Uranusz bolygó elhagyta a kos jegyét, és mától kezdve a bika jegyében van. Ott, abban az életházban, ahol a te születési horoszkópodban a bika jegye van, ott lesznek most nagyobb változások. Mars bolygó, Uranusz bolygó egy jó kapcsolatban áll. Ez segít abban, hogy legyenek változások, meg legyen ehhez a bátorság, az életerő. A nap és a hold szintén jó kapcsolatban van. Ez jelenti a gondolatokat, az érzelmeket, és egy hangban van a holdházzal, ahol tisztítjuk most a gondolatokat, az érzelmeket. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. A park és a gyűrű. A park jelentheti a természetet is, hogy kimozdul, hogy lesz egy kiruccanás. A park szimbolizálja a nyilvánosságot is, hogy ő fellép a nyilvánosságon, és megkapja az elismerést, hiszen mások észreveszik őt. Azt is jelentheti ez a kép, hogy ő felvállal téged a nyilvánosságon, vagy találkoztok a nyilvánosságon. És a gyűrű az jelenti veled a kapcsolatot, vagy hogy visszatér hozzád. A gyűrű lehet egy szerződés is, amit a kép még jelenthet. Ha ő például nős, akkor változtatni szeretne a helyzeten. Lehet, hogy válásra kerül sor, hiszen a kivetésnél megjelenik a kasza is, ami elvágja a kapcsolatot,
és ha ez a terve, akkor az most kiderül a nyilvánosságon. Kimondja azt nyíltan, amit akar. Az érzelmei bal oldalon látható, mégpedig a kasza, mint említettem, az lehet, hogy ő eltávolít valamit az életéből, ez lehet egy szakítás, ez lehet egy válás, vagy az is lehet, hogy felmond a munkahelyén, mert eddig nem kapta meg az elismerést, és most van egy jó ajánlat, ebben az esetben a gyűrű jelenti a munkahelyi szerződést. A kasza az jelenthet egy olyan eseményt is, ami olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá. Ugyanúgy, mint ahogy Uránusz most változtatta a helyzetét, és Uránusz a bika jegyéből hat. Az is érdekes, hogy a bika jegye az szereti a stabil helyzetet, és szeretne megtartani bizonyos dolgokat. Uránusz bolygó viszont megváltoztatja ezt a hozzáállást, mert jelenti a változásokat. De visszatérve a kártyákra, itt lesz egy meglepetés, sőt, kisüt a nap, kiderül az igazság. A nap azt is jelenti, hogy szeretne tisztázni veled valamit, ugyanúgy, mint a holdház. Szintén ezt jelenti, tisztázni a gondolatokat, vagy az érzelmeket, tisztítani a gondolatokat, érzelmeket. A nap az jelenti a kisugárzását is, és ez összefüggésben áll a parkkal, hogy ő a parknál keresi a nyilvánosságot, megvan a kisugárzása, és vár arra, hogy kapjon elismerést. Amit a nap még jelent, megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, tehát ő szeretne veled találkozni. Hogy mit fog tenni az jobb oldalon, látható, a horgony jelenti a biztonság érzetét, és ez fontos számára, ahol le tud horgonyozni. A horgony szimbolizálja gyakran a munkát és a hivatást is, és a munkahelyen ott van a hamisság, jelenti a ravasz róka. Lehet, hogy ő nem érzi jól magát a munkahelyén, és ezt nyíltan elmondja neked. Az is lehet, hogy ő érzi azt, hogy nálad vannak munkahelyi problémák, vagy hamis személyek a környezetedben, és ezt nyíltan kimondja neked, hogy változtass valamit a munkahelyen. Hogy mi fűz össze aktuálisan benneteket, az középen látható a magyar kártyán, ezúttal az S betűről van szó. Hogy mit jelent számodra ez a betű, ezt leírhatod a kommentárba. Ami nekem eszembe jut, Sarolta, Sanyi, Sárvár, Siófok, vagy segít, hogy valaki segít neked. Tehát sátor is lehet, hiszen a régi írásmód az úgy nevezett rovás írás középen van, és nekem itt egy sátor jut eszembe. Persze ez lehet most egy nyaralás, kemping, de a sátor az utal az otthonodra is, hogy védd az otthonodat, vagy lesznek változások az otthonodat illetően. Ez a rovás írás hasonló, mint a német nyelvű területen a rúna. A rúna kártya az alul bal oldalon látható. Ott felül van a szimbólum, nem ugyanaz, mint a rovás írásnál, de megfordítjuk a kártyát, akkor hasonló. Itt a rúnánál a tűz eleméről van szó, és mint az a férfi mutatja, a kártyán itt van két irány. Valamit szimbolikusan el kell égetni magunk mögött, ami azt jelenti, hogy le kell zárni bizonyos dolgokat. Itt a múltról van szó, de vannak tervek, ami lelkesít,
És az a másik irány, szintén a tűz eleme, ami jelenti a bátorságot, a lelkesedést, ahol ki lehet építeni valamit, de mielőtt ez elindul, valamit még le kell zárni a múltból. A napi kártya az jobb oldalon alul látható, és itt ennél a hölgynél nagyon sok könyv van. Az jelentheti a tudást, a tanulást, de én úgy érzem a kártyánál, hogy ő most úgy rendezi a dolgokat, hogy megnézi, melyik könyvre van szüksége, melyiket kellene elajándékozni, mert már nem kell nekem, tehát így rendezi a könyves polcot, és ez jelentheti azt most aktuálisan nálunk, hogy bizonyos dolgokra oda kellene figyelni, elgondolkozni azon, szükségünk-e van rá, igen vagy sem, hogy így szortírozzuk a dolgokat magunk körül. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent az S-betű, vagy a szimbólum, vagy a rúna, vagy azt is leírhatod, hogy hogy hatnak rád most a könyvek. Tanulsz valamit, vagy sokat olvasol, vagy szortírozod a könyves polcot, vagy egy bizonyos helyzetet, amit rendbe kellene tenni. Például a gondolatokat és az érzelmeket. Örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!